Képzeld, de tegnap nem tudom, valamit kinyitottam a rendelőbe, és este nem tudom, mit csináltam vele. Most tele van a kezem, nem tudom. Most megy a felvétel, ugye? Aha. Remélem, nem fog fél óráig tartani. Itt volt egy nagy füves tüzés, itt tesztem el. Egyszer, mert itt is már teljesen ki volt kopva. Ezért akartam arra menni. Utána meg csak itt a jobb szélén lehetett elmenni, mert középen tisztára kilátszott a fű. Teli volt ilyen bukkanókkal, és ott megállt egy ember, ahol el lehetett menni.
Várjál. Most megint nem tudom, most megy, nézzél rá. Számláló vagy, mi van? Nem megy, ja de megy, megy, megy. Megy a másodperc? Megy a számláló, megy. Ez is teljesen jó, ugye nem is elszólom. Ja. Mondom, ez ilyen ragadós, ó, de legalább van. Meg nincs annyi fekvő. Ja, meg nem olyan vizes, tehát az, hogy ja, most tudták normálisan megcsinálni a pályát. Az már van egy elősszó, hogy nézd meg akkor, hogy biztos megy-e, menjél ki. Megy az, egy percet bevetem. Akkor menj előre. Te menjél gyorsabban! De itt is lehet gyorsan menni, menjél gyorsabban!
Londonba. Egyszer arra a déli liftre, aztán utána. De itt is mennyi már gyorsabban. Utolérlek. Hoppa.
Kurva jó. De itt fenn is tudsz, itt nem érsz olyan lassan mindig. Azért, mert jól esik itt a kicsit így elindulni lassabban, és akkor utána... Hát én ma font így, hogy így gyorsan beindulok, és a végén meg lassabban mögök. Annyi. Láttad, fönt van egy kurva nagy gödör. Jó, ennyi. Lemegyek egy-e gyorsan.
helyig állít a fényképet az a kamerával, de hihetetlen. Ez mindenhol szarul fog kinézni. Na de te már mennyi? Mennyi?
Ez nem túl jó. De amikor megvettük, akkor ilyen egy órát ide hoztam vele nagyjából. Hány éve van már ez a kamera? Nagyon jó, pedig én is szeretem. Tehát egy ilyen mindenképpen kell. Az, amelyekről nem létezik a világ. Egy visszanézzük, és akkor az élmény tőre lehet élni. Megláttad, hogy hol van az a luk? Megtaláltad? Na, menjél. Van egy olyan húfi, amit te jobb elkerülni. Na, menjél. Itt is induljál meg egyenesen. Ooh.
Leider mit der Aktion.